Maybellinnek számos szövettani vizsgálata volt korábban, egyik alkalommal viszont az eredmény láttán az orvosa magához hivatta. Oda jött hozzám, a lényegre tért, és nyíltan közölte velem, hogy rossz indulatú daganatot talált nálam, és ezért rögtön beutal az onkológiára, majd pedig műtétre fog sor kerülni. De a legnagyobb kérdés, hogy hogyan alakulhatott ki a rák? Maybelline előre haladott állapota miatt kemoterápiás és sugárkezelést kapott, megműtötték, mellét eltávolították, fájdalmai pedig csak erősödtek. Egyrészt az foglalkoztatott, hogy nehogy ismét kiújuljon. Emellett pedig az járt a fejemben, hogy vajon tettem-e valami rosszat, amiről nem tudok, hogy ilyen büntetést érdemlek. Csak ez járt a fejemben. Egy gyülekezet pásztoraként a hívőket is beavatta a problémákba. Soha nem hagytam ki az összejövetelt, még ha nem is voltam olyan állapotban, hogy szolgálni tudjak, akkor is elmentem. Ráeszméltem, hogy nem Isten teszi ezt velem, hanem ez csak a megpróbáltatás ideje. A bizonytalansággal átszőtt próba egy éven át tartott. Egy alkalommal láttam a tévében, ahogyan egy férfi Isten gyógyításáról és szabadításáról prédikált. Ez az időszak számomra várakozás volt Isten válaszára, hogy miért is történik velem mindez. 2016. áprilisában nagy fájdalmak között ismét ezt a műsort nézte. Hallottam Gordon Robertsont imádkozni. Isten megszólított rajta keresztül. Van valaki, aki rákkal küzd, de Isten biztosítja önt, hogy meg fogja gyógyítani. Kereste az okokat, hogy vajon mit tehetett rosszul, vagy talán úgy véli, valami átok jött az életére? Szóról szóra azt mondta el, amit éreztem, és amit korábban már Isten elé vittem. Tudtam, hogy ez Isten válasza. Az Úr most minden fájdalmat eltöröl. Ő meg akarja szabadítani a rákból, és teljesen meg akarja gyógyítani. Jelenleg még erős fájdalmak közt van, de a gyógyulás jele az lesz, hogy ez most azonnal megszűnik. Tényleg megszűnt a fájdalom. Át tudtam fordulni a másik oldalamra, és végre olyan békességet éreztem, amit a műtét óta egyszer sem. Csak zokogtam. Azóta is tünetmentes. Sokan kérdezték, hogy szükséges-e további kezelés. De nem, semmi szükség rá, és nem is lesz. Teljesen meggyógyított, és a hitemet is megújította. Tudom, hogy hatalmas Istenként lenéz rám, és gondot visel rólam. Mivel Jézusban a lelkem is jól van, biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt a testem is teljesen épp. Bármi is történjen, azt kell, hogy mondjam, Isten hűséges.